Országos dísznövénytermesztő szakmai beszélgetést tartottak a Maros megyei nyárát Szeredában. A második kiadásához érkezett rendezvényen az új divatot, technológiákat és frissen fejlesztett virágokat mutatták be. Simon Attila 25 éves. Virágokkal szeretne foglalkozni, ám még zöldfülű. A nyárát szeredai találkozón betekintést nyert a szakma rejtelmeibe. Szeretnék egy kertészetet indítani, mivel nincs semmi szakmai tapasztalatom ezen a téren, azért jöttem el erre a konferenciára, ha mondhatnám így, hogy megnézem, hogy miről is van szó lényegében, hogy tudjam magam fejleszteni, tudjam értékesíteni majd a növényeimet. A szakmai tanácskozásra az ország minden szegletéből érkeztek tanulni és tapasztalatot cserélni. A célja az, hogy azokat a fajokat, amiket a Partnereink kifejlesztettek, azokat bemutassuk klienseinknek. Egy második pontja lehetne az, hogy ha eljönnek, akkor újabb marketingfogásokat tanulhassanak, amivel nem csak termesztést hoztak elé, hanem utána jól el is tudják adni. Minden dísznövény szép, ám még szebbet és jobb minőséget is el lehet érni. A szakmai találkozón a legújabb divatról is szó esett. Az új irányzat az, amikor több szín és faj jelenik meg egy kompozíción belül, itt öt virág faj látható. A konferencia harmadik kiadását a tervek szerint egy év múlva ismét megszervezik, hiszen nagy igény van rá.